Sok szeretettel köszöntöm iskolány tanárait, vendégeinket, diáktársaimat, és külön szeretettel a 9. évfolyamos tanulókat. Kérem, énekeljük el együtt nemzeti himnuszunkat. Először is jó napot kívánok! Gratulálok mindenkinek, aki sikerrel vette az első igazi akadályt, azaz önként és dalolva kiugrott az ágyból, még emlékezett az ide vezető útra, időben, még csengetés előtt ideért, hogy együtt ünnepelhessük eme nagy napot. Szeptember 1-je mindenkinek az iskolát juttatja eszébe. Az iskola tűnik fel rémálmaiban annak a tanulónak, aki nem szívesen jár oda. Izgatottan számolja a napokat visszafelé a szorgalmas diák, vajon hányat kell még aludni. De az is türelmetlenül várja az iskola kezdést, aki hosszú vakáció után szeretne már találkozni az iskolatársaival, hogy megosztja velük nyári élményeit. De visszagondol az iskolára az a fiatal is, aki nemrég még a padokat koptatta, azonban ma már fáradtságos munkával keresi kenyerét. Szeretne még egyszer csak kicsi időre iskolás lenni. Az indulás bizony hatalmába keríti a szülőket és nagyszülőket is, amikor iskolába indítják gyermekeiket, unokáikat. Mindenki azt szeretné, hogy ez a tanév is sikeres legyen, hogy gyümölcsöző legyen idén is a munka az iskolában. Reméljük, hogy ez az év kicsik és nagyok, gólyák és kirepülni vágyok számára is tartogat sok szépet, meglepetést és örömöt. Kívánjuk mindenkinek, hogy lehetőségeit minél jobban kihasználva nem tehernek, hanem kincset érő eszköznek tekintse a tanulást és az általa szerzett tudást. Váltsa valóra mindazt, amit a jövőre vonatkozóan eltervezett. Vesztergom Andra, hát hajrá új tanév! Itt állunk most újra, diáktársak együtt, kézen fogva kísér a nyári zömék. Szünetünk véghez ért, a szeptembert köszöntjük. Kíváncsian állunk hát elé. Hát hajrá új tanév! Tanároknak százai készen állnak újra hát, szárnyuk alá kerül megint a sok csintalan diák. Lehet furcsa, mégis így van. Vártam már az iskolát, s érzem az új tankönyveknek komoly tudásilletet. A régi arcok ismerősen mosolyognak vissza, minden megváltozott.
felnőttünk egy kissé. A sok-sok kis diáltást egymást is tanítja. Hogyan tegyük együtt a kötelezőt szépé, feljebb lépünk mától, tanárok s diákok, tudásszerző csatánk most veszi kezdetét. Büszkén szembenézek, s várakozva állok. Biztassuk csak bátran, hát hajrá utánék! Kérem Tóth Gabriella igazgatóasszonyt, hogy mondja el tanévnyitó beszédét. Sok szeretettel köszöntöm tanítványainkat, tisztelettel és szeretettel üdvözlöm kollégáimat, az iskola valamennyi dolgozóját, ünnepségünk minden kedves vendégét, külön Berecki Andrást, a Grosics kollégiumnak a képviseletében, a 2021-22-es tanév tanévnyitó ünnepségen. Kedves diákok! Hiába dőltek a hőmérsékleti rekordok a trópusi éghajlatot idéző napokon, ez a nyár is véget ér. Gyorsan csomagolt az augusztus, és búcsúzás nélkül szinte észrevétlenül hagyott itt bennünket a vakáció. Bizonyára sokaknak az első próbatétel a hosszú szünet után a ma reggeli felkelés volt, aztán ezt az első próbatételt követi majd a többi, és szépen lassan rájövünk, hogy ezek az akadályok leküzdhetők, és a pillanatnyi nehézségek a jól végzett munka érzésén túl sokkal többen is megajándékozzák az embert. Tudásunk, tapasztalataink gyarapodása, személyiségünk kibontakoztatása közben és által találjuk meg Istentől rendelt küldetésünket a világban. Ezt a szép, néha gyötrelmesnek tűnő utat, amit tanulásnak hívunk, egyikünk sem spórolhatja meg. Néha pontosan a nehézségekre van szükségünk az életben. A túlságosan könnyű út nem edzi meg az embert. Nem leszünk erősek, amikor annak kell lennünk, de pontosan ezek a nehézségek és a becsületes küzdés tesznek bennünket alkalmassá, hivatásunk megtalálásához és elfogadásához. Nagyon divatosak manapság a tanulságos történetek, én is elmondok most egy rövidet. Egy idős cseroki indián az életről mesélt az unokájának. Küzdelem zajlik a bensőmben, mondta a fiúnak. Rettentő harc ez, két farkas vívja egymással. Az egyik gonosz, ő a harag, irigység, bánat, mohóság, önsajnálat, bűntudat, sértődöttség, kisebbrendűség, hazugságok és a mérhetetlen önzés.
A másik jó, ő az öröm, béke, szeretet, remény, derűs, nyugalom, alázat, kedvesség, jó akarat, nagy lelkűség, igazság, együttérzés és hit. Ugyanez a harc benned is zajlik, és mindenki másban is. Az unoka elgondolkozott egy percre, majd megkérdezte a nagyapját. Melyik farkas fog győzni? Amelyiket táplálod, válaszolta az idős indián. Valójában minden egyes napon rajtunk múlik, hogy melyik belső késztetésnek engedünk, és mindeközben nagyon fontos, hogy szavainkat és cselekedeteinket is a jó szándék és a szeretet vezesse. Kedves 9. osztályosok! Ti bizonyára most nagyon izgultok, annak ellenére, hogy túl vagytok a gólyatábori ismerkedésen, vidám programokon, játékos vetélkedőkön, amiért itt mondok köszönetet mindazoknak, tanároknak, segítő diákoknak, minden közreműködőnek, akik lehetővé tették, hogy gólyatáborral kezdődhessék az új diákok tanéve. Szeretettel fogadunk titeket, és megnyugtatlak benneteket, mi, tanárok, mindent megteszünk azért, hogy jól érezzétek magatokat az iskolánkban, és sikereket érjetek el a 4 év alatt. A tanévnyitó alkalmával szeretnénk benneteket ünnepélyes keretek között is AFG-s diákká fogadni, mégpedig az iskola emblémájával ellátott sál és nyakkendő átadásával. Felkérem a 11. osztályosokat, hogy adják át a sálakat és a kendőket, benneteket pedig arra kérlek, hogy minden ünnepi alkalommal viseljétek ezt az együvé tartozás jelképeként. Kívánom nektek, hogy sikeres legyen a beilleszkedés, és nagyon sok kellemes, hasznos és tanulságos pillanatot, órát, napot, sőt hónapot töltsetek el itt az iskolánkban osztályfőnökeitekkel, Papemese tanárnővel és Kovács Dénes tanárúrral együtt. Végzős diákok, titeket is külön köszöntelek középiskolai tanulmányaitok legutolsó tanévnyitóján. Mozgalmas, erőt próbáló év vár rátok, de sok feledhetetlen emléket nyújtó esemény is. Gondoljátok át, ti mit szeretnétek. Jelenlegi eredményeteken még lehet javítani, de sajnos rontani is. Az iskola szándéka az, hogy kiválóan teljesítsetek. Sokat fogjátok még hallani, és sokféle formában azt a szót, hogy érettségi a tanév során. Nem véletlen, hiszen erre készültünk és készülünk a 4 év alatt. Addig azonban, amíg a kezetekben nem érezhetitek az áhított bizonyítványt, nagyon sok munka vár még ránk. Kívánom nektek, hogy érezzétek jól magatokat, tudásban, emberi értékekben és viselkedésben egyaránt gyarapodjatok. Azt kérem tőletek, hogy fogadjátok meg a segítő, jó szándékú szavakat. Tanuljatok és viselkedjetek példamutatóan, mutassatok mindenben jó példát az itt álló 9. osztályosoknak. Tisztelt jelenlévő! Mielőtt hivatalosan is megnyitom az új tanévet, megragadom a lehetőséget, hogy néhány fontos nyári történésről beszámoljak. Mint hogy a tanévzáron elhangzott, voltak sajnos néhányan, akiknek még a nyári szünetben is elő kellett venniük a tankönyveket és füzeteket, hogy javító vizsgára készüljenek, de örömmel mondhatom, hogy minden tanulónak sikeres volt a vizsgája, és felsőbb évfolyamon folytathatják tanulmányaikat. Gratulálunk nekik, és remélem nem akarnak még egy ilyen nyarat maguknak.
Egy jutalmazás is elmaradt a tanév végén, amit most szeretnék pótolni. Utolsó napunkon az iskolában volt egy palacsintasütő verseny, aminek az eredményhirdetése megtörtént, de jutalmazása nem, és ezért erre most szeretnék sort keríteni. Mégpedig olyan módon, hogy az első helyezettet, aki ugye már a mostani 11. B-osztály lett, egy kicsit nagyobb édességcsomaggal lepnénk meg, míg a többieket pedig egy-egy kisebb bombonnal szeretnénk jutalmazni a részvételért, és azért, hogy az akkori édes ízeket fel tudjuk idézni a szánkban. Októberben jön a folytatás, palacsintasütőket élesíteni, recepteket kipróbálni, vagy újakat találni. És akkor most kérem a 11. B-osztály képviselőjét, hogy jöjjön és vegye át, a többieket pedig mindjárt körbe kínáljuk. Néhány változás a nyáron, például változott a tanári kar összetétele. Óraadó tanáraink közül Hajdú Zsanett és Pál Patrik nem tanít tovább az iskolában, viszont vannak új tanáraink is. A nyugdíjba vonult Lazányi Etelk a tanárnőtől, Bitó Péter tanár úr veszi át a testnevelés tanítását, szeretném nektek bemutatni. A hitoktatást ettől a tanévtől Zólyomi Katona Teodóra tanárnő végzi, ő nincs most itt, de majd a misén találkozunk vele. És a tömegsport foglalkozásuk megtartásába besegít Kis András tanár úr, fogadjátok őket majd szeretettel. Tárgyi feltételeinkben jelenleg túl nagy változás nem történt. Júliusban kezdődött meg a konyha építése és bővítése, várhatóan tavaszig befejeződnek a munkálatok. Kedves kollégáim! Köszönöm a tanév előkészítésében végzett munkátokat. Kérlek benneteket, hogy az új tanévben is dolgozzunk együtt közös céllal, közös akarattal. Törekedjünk arra, hogy ugye minél több sikeres tanulónk legyen, minél nagyobb sikereket érjenek el a tanulmányi eredményeikben. És ugyebár az iskola alapvetően a tanulásról szól, fontos, hogy élményeket is adjon. Igyekezzünk megérteni tanítványainkat, legyünk gondoskodó szülők, felkészült és nyitott pedagógusok. Mondandómat ezúttal nem egy klasszikus idézettel, hanem egy 100 évvel ezelőtti népi fohásszal zárnám. Hozzád fohászkodom, édesistenem, munkálkodásomat neked szentelem. Erőt, egészséget adj mindazoknak, akik szent nevedben híven dolgoznak. Legyen szent áldásod minden fáradtságon, mert ha áldásod nincsen rajta, a munkának semmi haszna. Köszönöm szépen a figyelmeteket, köszönöm szépen a 10. A-osztálynak és osztályfőnököknek Jeremiás Csaba tanárúrnak a tanévnyitó műsor megszervezését, Nagy Dániel és Karakás Csaba 12. A-osztályos tanulóknak a hangosítást. Az új tanév küszöbén kérek minden jelenlévőt, hogy a következő tanévünket tegyük egymás számára hasznossá és eredményessé, és törekedjünk arra, hogy június végén minél eredményesebb tanévről számolhassunk be. Kívánok ehhez valamennyiünknek jó egészséget, eredményekben és sikerekben gazdag tanévet, és ezennel a 2021-22-es tanévet megnyitom. Az ünnepség után most a néhány szolgálati közlemény következik csak a szózat előtt. Az ünnepség után közösen átvonulunk a templomba, hogy részt vegyünk a tanévnyitó misén. Új hagyományt teremtünk ezzel, hogy a tanév indításakor és zárásakor is egy-egy misével szeretnénk hálát adni a Jóistennek azért, hogy itt is együtt lehetünk. A mise után visszajövünk az iskolába, és aztán 3 osztályfőnöki órával folytatódik a nap, és a mai nap 12:25-kor viszonylag korán véget ér, de holnaptól a ma megkapott órarend alapján kezdjük a tanítást, úgyhogy hajrá mindenkinek, most pedig az ünnepség végén énekeljük el közösen a szózatot.